special electronic invention I want you to see. Vendégünk Szűcs Gabi. Szia, Gabi! Sziasztok! Hát most egy igazi kis csajos beszélgetés lesz, úgyhogy dumáljuk ki a pasikat. Nagyon nem vicceltem arra, mondjuk szerintem az egész adásidőnk nem lenne elég, és különösen ezért jöttél, hanem elhoztátok nekünk ugye a legújabb kis lemezeteket, de én még mielőtt kis ízelítőt kaptunk ebből az egészből, azt mondtam, hogy egy igazi különlegességgel készültetek a rajongóknak. Mi ez pontosan? Ezen az új anyagon, aminek az a cím, hogy Bang Bang, megpróbálkoztunk azzal, hogy a Stereo Swing is a magyar nyelv útjára lépjen, hogy a magyar nyelvű dalok is készüljenek, és ezen van az első kísérlet. Mert ugye alapvetően angol nyelvű a mi produkciónk, ugye ez az elektroswinges dolog, ennek az áll jól. De megismerkedtem Hujber Szabival még tavaly előtt, és oda dobtam neki egy dalt, hogy van-e kedve. Tehát tudom, hogy ő nagyon más műfajokban utazik, de körülbelül napon belül jött egy olyan tökéletes magyar szöveg arra, erre a zenére, erre a fajta ritmusra, és azért különlegesen jó dolog ez, mert ugye nagyon a swinget nagyon nehéz énekelni magyarul, de rögtön könnyen lehetett énekelni, tehát szuper volt. Úgyhogy most van egy magyar nyelvű dalunk, az a cím, hogy a világ innen jó, és igazából Budapestről szól. Tavaly készült el, mert a Budapest dalpályázatra akart, de nem készült el, addig lecsúsztunk. Ugye a lemeznek a címe Bang Bang, mint ahogy említetted, ez elég beszédes cím, mindenki azt gondolná, hogy egy elég lövöldözős kis western dologra lehet számítani, de hát azt hiszem nem erről van szó. Nem, igen, mondjuk nekem az egyik kedvenc dalom inspirálta a Bang Bang, ugye a Nancy Sinatra, és aztán később David Guetta, mindenki földolgozta, de itt a szívdobbanásos Bang Bangről van szó, meg a ritmusról, amit a lábdob ad mondjuk ebben a zenében, a dalszövegben el is hangzik, hogy együtt dobban a szívünk erre a ritmusra. Hát azt gondolom, hogy ez a négy dal, ami a kis lemezen található, ez kellőképpen megadja azt a bang-banget, ami akkor van, amikor ezt hallgatja. Viszont a Budapest dal mellett van egy másik különlegesség, és ez pedig a Django. Igen. A lemezen. Ennek mi a története? Megint új utak, új vizekre elvesztünk. Egy olyan dalt csináltunk, ami eddig az eddigi lemezeinken nem annyira volt hallható, ez a Django Swing. Ugye annak az annyiban különbözik a mi elektronikus swing zenénktől, hogy ez sokkal akusztikusabb és nagyon gitár alapú, mert a híres Gypsy Django Reinhardtról kapta a nevét, aki a 20-as években volt ugye a legendás gitáros, jazz gitáros. Ugye van egy film is, a világ második legjobb gitárosa, és ott a Django az első, és a másodikról szól a film. És állandóan mondja, hogy Istenem, az a francia ott, az csak az ne lenne. Úgyhogy, és akkor az őt próbáltuk megidézni, egy nagyon kedves barátunkat, Barta Zsolt jazzgitárost hívtuk el, aki direkt ezért egy Django gitárt is beszerzett, mert azért ez egy különleges szant. És akkor róla, az ő életéről írtuk ezt a dalt, és nekem egyébként ez a személyes kedvencem.
Egyébként én erre nagyon régóta vagyok kíváncsi, és sohasem még zenekart nem kérdezte meg. Ez az EP dolog, ez igen. Nekem egyébként nem világos, és biztos vannak még ezzel így egy páran, hogy mostanában ez elég divat, hogy EP-ket adnak ki zenekarok, de miért így döntötök, hogy EP legyen és ne egy egész lemez? Én szerintem egy egész lemeznyi anyag az picit több idő, és úgy gondolom, hogy ez egy összefoglalás. Az EP szerintem akkor van létjogosultsága, ugye ennek is 4 dal van az ezen az EP-n, amikor van 4 friss új dalod, és valaminek megint egy szakasz kezdete egy zenekar életében, akár hangzásilag, akár témailag, akár egy picit új utakat próbál keresni, azt nem biztos, hogy egy 10-12 dalos lemezen csináljuk meg. Én szerintem az összegző lemez. A következő az biztos olyan lesz nekünk, megint nagy. Viszont ennek az EP-nek a dalait, ha jól sejtem, akkor lehet majd hallani a június 13-ai nagy koncerten, ami a Kobuciban lesz. És azért ez egy elég különleges koncept. Nem mondhatni, hogy már hagyomány, hogy beöltöztök, és amúgy hozzám nagyon közel áll ez a kor. Tehát én nem tudom, nekem lóg egy-két ilyen szerkó a gardróbomba. Ott a helyen, bizony. Úgyhogy megyek rázni majd. Szuper. Igen, ennél most... azért többet is meséljük. Tehát, hogy lehet menni oda rázni, de hogy milyen hangulatba csöppen oda. Harmadjára csináljuk a Kobuciba, és ők nagyon helyesek, nagyon jó partnerek abban, amíg ők is beöltöznek. Arról van szó, hogy elneveztük Nagy Gatsby mini fesztiválnak, egy estés mini fesztiválnak ezt a napot, és nem csak a Stereo Swing fog föllépni, vagyunk az áróprodukció a táncosság miatt, hanem úgy próbáltuk összehozni, hogy kedves barátokkal, kollégákkal, elsősorban Gájer Bálinttal és zenekarával fogjuk a swing vonalat vinni. Ő akusztikusan játszik, akkor swing táncosok, illetve step bemutató lesz, és mi zárjuk az estét az elektroswinggel, kis DJ-vel a végén, és azt szoktuk kérni a nézőinktől, hogy nagyon öltözzenek be a Nagy Gatsby stílusba. De mi az, ami kihagyhatatlan a részre? Rojtos ruha. Flitteres, ha lehet. Bocs. Fejpántok, tollak, kesztyű. Vörös rúz magas. Kesztyű, fiúknak hozentróger és kalapot szoktak, mellényt. És az a nagyon helyes, a jegyszedőktől kezdve a bárpultosokig mindenki be szokott lenni öltöz. De az egésznek azt szeretnénk, hogy azon az estén adjuk meg úgy a módját, hogy ugyanez egy szabadtéri hely, és máskor tornacipőbe és kis pólóba rohangálszunk ott, de hogy most öltözzünk ki, és pesgőzzünk. Na jó, legyen így. Jó? Nagyon szépen köszönjük, Gabi, hogy eljöttél hozzánk, és akkor jó bulit június 13-ára. Köszönöm szépen.